birjáni határba. Ráülök a kukorica rakásra, fosztom a kukoricát, ölelöm a mariskát, csókolom a pirosított orcáját. Létezik egy gyönyörű település Dél-Magyarországon, Baranyában. Az utcák ilyenkor tavasszal virágba borulnak. Az autók zaja helyett a természet meg annyi hangja zenél az embereknek. Továbbra is keressük hazánk legszebb települését. A birjániak szerint nem kell tovább mennünk, megtaláltuk. Pécstől 12 kilométerre, délkeletre elhelyezkedő 530 lelket számláló kis település. A jelenlegi falu környékének története igen hosszú időkre tekint vissza, már a miocénkorból származó tárgyi emlékeket is találtak a falu határában. A település mai helye, illetve annak környéke igen korán lakott volt, áthaladtak rajta a földrész különböző népeinek, kultúráinak képviselői. Római korból találtak tárgyi emlékeket, és kutatások alapján a falu határában húzódott az Eszék-Szofiáne hadi út. 1954 és 1962 között a falu közvetlen határában feltártak római kori temetőt, őrhelyet és településre utaló kő- és edényleleteket is. Az első írásos emlékek 1185-ben említik először. Az 1332-es évi papi tizedjegyzékben a falunak önálló plébániája is volt. 1713-ban Batthyány család tulajdonát képezte a falu határa, ekkor 19 adózó család élt a községben. A 19. század második felében a környező település horvátjai szívesen települtek át Birjánba, és az akkori időkben nagyon sok családnál 4-6-8 gyerek sem volt ritka abban az időkben. A kiegyezés után Birján községbe többségében horvátok éltek. Ez az arány egészen Trianonig fennállt, természetesen magyarok és pár német család is élt a községben. A 1998-tól kezdve nagyobb fordulatot vett a falu fejlődése. Új utak, lakóterületek kialakításával az elmúlt 12 évben közel 35 új ház és két lakópark is épült. 2010-re lakosság száma már meghaladta az 530 főt. Birjánról kitaláltam egy szlogent, és rajta van több a honlapunkon is, meg a naptáron is, hogy üdővel akad. Tehát ez a birjáni szlogen, hogy Birján, ahol üdővel akad. Hát szeretnénk elérni évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtük, ezt az egész falu átrendezést, az utcák, terek. Mindenki azt mondta, hogy itt egy őrület, hogy miért akarok én itt kertváros csinálni. Hát sajnos hiába mondanám, hogy tartson disznót, tartson állatot, vagy gazdálkodjon, ha nem csinálját. Akkor legyen a környezetünk olyan, hogy azért lehessen idejönni, és jöttek is a városból sokan, meg értelmes, ha már kb. 30 egyetemet, főiskolát végzett.
nézett ember lakik a faluba. A 15 évvel ezelőtt meg talán ketten voltunk a feleségem, vagy hárman maximum az egész faluba. Tehát ez is mutatja, hogy itt egy olyan milliót, olyan környezetet tudtunk kialakítani, hogy mindenki ide jön, és arról nem beszélve, hogy itt azért 4-5-szöröse a telek és az ingatlan árak, mint a környező falvaknak. Tehát ide érdemes befektetni, mert itt még el nem veszi, hogyha most az ingatlan piac ugyan gyengébb, de bízunk, hogy ebből egyszer kilábalunk, és akkor továbbra is kereset lesz, és továbbra is újabb és újabb falu megújítási dolgokat tudunk itt csinálni. Sok családot vonz az a szép környezet, amit Birjánban alakítottak ki az évek alatt. Az önkormányzat pályázatok révén segíti a helybélieket a házak, porták rendbetételére, ami olyannyira sikeres, hogy szinte csak felújított házat látni a településen. Ezért aztán egyre többen költöznek a faluba. Fiatalok, idősebbek egyaránt. Bringye Sándor örömmel mutatta nekünk portáját, ő és felesége 16 éve költözött Birjánba. Azelőtt izébe laktunk Pécsen, panellakásba, és az valahogy nem stimmelt semmi, mert még 60 éves se voltam, elmentem nyugdíjba minden, és te, Úristen, mondom, hát mit csinálok én itt, tehát ki tudja, meddig élek. És azért vettük ezt a házat, azt eladtam, ezt vettük meg, és itt állandóan mindig tudtam dolgozgatni. És akkor attól kezdve itt vagyunk. Birján mindennapjait átjárja a történelem, megtalálható itt Szent László, Szent István és Kossuth Lajos mellszobra is. Az első világháborút követően 1922-ben Birjánban állították az első emlékművet az elesett hősök előtt tisztelegve. A múlt tisztelete övezi ezt a parkot is, itt szeretnék megvalósítani ugyanis a Kárpát-medence hőseinek kopjafa panteonját. Az ötletem onnan támad, hogy itt mi együtt élünk, együtt élő népekkel ez a falu valamikor többségi horvát volt az első világháború előtt, de itt béke volt. És hogy az, hogy a Kárpát-medencébe a környező országok, akár Szerbiát, Romániát, Szlovákiát, Ukrajnát nézzük, vagy akár Horvátországot, hogy azoknak a velünk együtt élő népeknek a nagy történelmi Magyarország területén levő saját nemzeti hőseiknek is adjunk emléket, ezért erre gondoltam, hogy a Kárpát-medence is nem történelmi Magyarország, hanem a Kárpát-medence hőseinek kopjafa panteonja, ami magában is szép, de ahogy itt meg lesz ez a 61 néhány kopjafa, középen egy nagy haranggal, egy lélekharanggal fából ácsolva, és egy közös nagy kopjafával, ahol az összes Kárpát-medence hősnek állítunk emléket, és hát megfelelő utakkal, sétányokkal, kiülőkkel, én szerintem ez magáért beszél, ez a környezet itt.
A faluban közösségi lét egyik alappillére a hagyományok ápolása. Ezért ünneplik közösen a világi és vallási ünnepeket. A falu templomában található meg a Havíhegyi Szűz Mária, melyből a régióban mindössze kettő létezik. A hit és a vallás gyakorlása mindig is kiemelt figyelmet kapott a faluban. Nem csoda, hogy a templom mellett magánházaknál is felfedezhetünk ehhez kapcsolódó épületeket. Ezt a magánkápolnát az egyik helybéli, nevezetesen Novrecki Csaba állítatta. A falu határában egykor egy hulladéklerakó állt. A rekultiváció végeztével ennek tetejére hozzák létre a Kálvária dombot. A kápolnával és a 14 stációval szeretnék még inkább erősíteni a falu szakrális vonzerejét. A múlt tiszteleten nyomán épült meg ez az udvari kemence, melynek érdekessége, hogy nem csak kerámiákat lehet benne égetni, hanem ételeket is készíthetnek benne. Ez egy ősi kemence. A technikája az a 1100-as évekre tehető, de lehet, hogy korábbiban is, csak itt Magyarország területén még nem találták. Az ős hazába ott valószínűleg ott is már ismerték. Ez egy sárral, száraz fűvel készült kemence, tapasztani kell. Ez a kemence már modernebb, mert beton az alja, mint ahogy itt lehet is látni, hogy kapott egy betongyűrűt, és erre van tégla, és a téglákat tapasztottuk be sárba bekevelt száraz fűvel, és utána egyszer lett lemeszelve. Még egy párszor le lesz meszelve, most épp szárad a kemencénk. Máshogy kell használni. Van egy előtere, ami most még itt nem látható, és itt a fát begyújtjuk, és amikor a fa ízzik, akkor azt betoljuk a kemencébe, tehát a maga a kerámia már lángot nem kap, csak a hőt kapja, és ezáltal, ezt régen a földbe és tették, úgynevezett rakukemencének is hívták, ez egy modernebb változat, ő már itt van kint. Ahogy a legtöbb településen, Birjánban is gondot okoz az elvándorlás, ezt szeretnék megállítani. A polgármester szerint ez csak úgy lehetséges, ha munkát adnak a helyieknek, és ösztönzik őket az önellátásra. Ebben segít nekik a Startmunka program, ahol most közel másfél hektárnyi területen termesztenek konyhakerti növényeket. 6 embert tudtunk ebbe a programba bevenni, de például a fóliasátorállításnál, a kerítésnél, most például éppen megint egy társadalmunka volt, amikor 20-25-en vagy az ültetésnél 20-25-en még pluszba a faluból jöttek. Hát valahogy egy kicsit kerekebb itt a világ. Na most, hogy ez a jövőt illetően most 6-ot, én jövőre szeretnék legalább 15-16-nak munkát adni, és lehet, hogy az egy 3 év múlva meg már 26-nak vagy 30-nak, amikor a manufaktúra az a paradicsom feldolgozó, amiből ivólevet is, meg paradicsomlevet, ecsetlek egy kecsöpöt, ne adj Isten egy ilyen erdélyi zakuszkához hasonló valami krémet is fogunk előállítani. Thank you.
igazából a mutatványnak az lenne a jövője, ha jövőre bekapcsolódnának azok a falun élő kerttel rendelkező birjániak, akik egyrészt a sajátjukat megtermelnék, másrészt pedig, hogy 5-600 vagy akár 1000 tő paradicsommal, ami nem több, mint egy 4-500 ezer négyzetméter, és a nagyon soknak még ennél nagyobbak is vannak, és ne adj Isten, hogy a jó pár százezer forintot tudnánk a zsebükbe tenni, mert valóban egy kimondottan egy befőzési, vagy egy nyári, szabadföldi műtrágya és növényvédőszer mentes, vagy legalábbis minimális, tehát méregmentes technológiával tudnánk egy olyan szinte gyümölcsöt kínálni a mondjuk elsősorban Pécs, hát itt a nagyváros közelébe, de hát lehet, hogy ez egy szélesebb kör lesz, amivel egy pár családnak a keresetét ki tudjuk egészíteni. Helybéliek megélhetését biztosítja a falusi turizmus, a virágos utcák, az idilli környezet, a nyugalmas időtöltéshez kiválóan alkalmas. Több szálláshelyet alakítottak ki a településen, hogy így egészítsék ki a jövedelmüket. Nevezetes helyszínt is megtekinthetnek azok, akik Birjánban szállnak meg. Mohácson, Siklóson és Pécsen a történelmi látványosságok mellett ellátogathatnak Villányba, ahol igazán finom borokat kóstolhatnak meg. Aktív pihenés szerelmeseinek is tökéletes helyszín Birján. A falu alatt találjuk a horgásztavat, ahol a természetjárás mellett kerékpározhatnak, horgászhatnak a vendégek. Az elkövetkező időszakban a horgásztó bővítése kerül, ahol sétányokat, szabadtéri színpadot építenek, igazi horgász és vízi paradicsommá alakítva a környéket. A tó szomszédságában található a falu pincészete, ahol rendezvényeket, borkóstolókat tartanak a turistáknak. Hát nekünk talán annyi az előnyünk, hogy azért a nagyváros Pécs 12 kilométerre van, tehát ez igazából 8-10 perc autóval, busszal is 20-25 perc. Nekünk, hogy mi a dolgunk? Hát azért gondolkodtam itt a turizmusban is, hogy ha itt üdülve lehet lakni, akkor ha itt a környezetünket megcsináljuk, azokat, amit elterveztünk, a templom tér II. János Pál szoborral, a Kopjafa Panteont, a Kárpát-medence hőseivel, megcsináljuk, amiben most itt ilyen pályázati segítség is van, a szeméttelep rekultivációjából egy kálvária dombot. Tehát itt a tó völgye, itt vannak vetünk egy pinceházat, amiből egy szöllővel, pincével, amiből akár egy panziót, egy ilyen pincepanziót is lehet majd csinálni. Ennek természetesen a kiinduló pontja, hogy legalább 20-30 családnak tudnánk a falusi turizmusból is, ez az egyik, mert nagyon fontos, hogy valamilyen munkája legyen, és szeretnénk, hogy ezek a ma 60, holnap ne 70 és ne 100 legyen, aki külföldön vállalnak munkát, és lehetőleg ezeknek is egy része, vagy nagy része, vagy akár mindenki visszajöjjön, mert annak szeretném, hogyha olyan munkája lenne. Érdemes ellátogatni ebbe a kis baranyai faluba, hisz az emberek vendégszeretete, kedvessége rendkívül magával ragadó. Az itt élők a múltból táplálkozva mindig a jövő felé tekintenek, előre néznek, ez hajtja őket. A kellemes környezet, a mindent beborító virágok színpompája bizonyítja, valóban Birján hazánk legszebb települése. Thank you.
kívánom minden polgármester társamnak is, hogy mindenhol ez a szellem ragyogja át a gondolatait, mert akkor ebbe az országba, és azt szoktam mondani, hogyha minden úgy működne, mint Birjánban, akkor gazdag és boldog ország lehetne ez a Magyarország. Támogatunk a Magyar Piac Szövetkezet Ligettéri piaca. Támogatunk a Normogaz gyártója, az Egészségfarm.